Kiskakas gyémántfélk rajcárja. Volt a világon egy szegény asszony, annak volt egy kiskakasa. Csak ott keresgél, csak ott kapirgál a kiskakas a szemétdombon, és egyszer talál egy gyémántfélk rajcárt. Arra megy a török császár, meglátja a kiskakasnál a gyémántfélk rajcárt, azt mondja neki: kiskakas, add nekem a gyémántfélk rajcárodat. Nem adom, bizén kell a gazdaasszonyomnak. De a török császár erővel is elvette tőle, hazavitte, betette a kincses kamrájába. A kiskakas megharagudott, felszállott a kerítés tetejére, elkezdett kiabálni: kukurikú, török császár, add vissza a gyémántfélk rajcárom! A török császár, csak hogy ne hallja, bement a házba, de akkor is a kiskakas az ablakába repült, onnan kiabálta: kukurikú, török császár, add vissza a gyémántfélk rajcárom! Megharagudott erre a török császár. Eredte szolgáló, fogd meg azt a kiskakast, hogy ne kiabáljon, vesd belé a kútba. A szolgáló megfogta, kútba vetette. De a kiskakas elkezdi a kútban: szít felbegyem a sok vizet, szít felbegyem a sok vizet. Arra a begye mind felszítta a vizet a kútból. A kiskakas megint felszállott a török császár ablakába: kukurikú, török császár, add vissza a gyémántfélk rajcárom! Megint azt mondja erre a török császár a szolgálójának: eredj te szolgáló, fogd meg azt a kiskakast, vesd bele az égő kemencébe. A szolgáló megfogta a kiskakast, és az égő kemencébe vetette. De a kiskakas megint csak elkezdi: ereszd ki begyem a vizet, hadd oltsa el a tüzet. Ereszd ki begyem a vizet, hadd oltsa el a tüzet. Erre a begye mind kieresztette a vizet, s eloltotta a tüzet. Akkor megint csak felszállott az ablakba: kukurikú, török császár, add vissza a gyémántfélk rajcárom! Még nagyobb méregbe jött erre a török császár: eredj te szolgáló, fogd meg azt a kiskakast, vesd belé a méhes kasba. Hadd csípjék agyon a darazsa. A szolgáló belévetette a kiskakast a méhes kasba. Ott megint elkezdi a kiskakas: szít felbegyem a darást, szít felbegyem a darást. Arra a begye mind felszívta a darást. Akkor megint felszállott a török császár ablakába: kukurikú, török császár, add vissza a gyémántfélk rajcárom! Már a török császár nem tudta, mit csináljon vele. Eredj te szolgáló, hozd ide azt a kiskakast, hadd tegyem ide a bő bugyogóm fenekébe. Megfogja a szolgáló a kiskakast, a török császár beteszi a bő bugyogója fenekébe. Akkor a kiskakas megint csak elkezdi: ereszd ki begyem a darást, hadd csípje meg a farát. Ereszd ki begyem a darást, hadd csípje meg a farát. A begye mind kieresztette a darást, azok jól megcsipkedték a török császár farát. Felugrik erre a török császár: jaj, jaj! A fránya egye meg ezt a kiskakast, vigyétek hamar a kincses kamrába, hadd keresse meg a maga gyémántfélk rajcárját. Bevitték a kiskakast a kincses kamrába, ott megint elkezdi a maga mondókáját: szít felbegyem a sok pénzt, szít felbegyem a sok pénzt. Erre a begye mind felszítta a török császár 3 kád pénzét. A kiskakas hazavitte, odaadta a gazdaasszonyának. Gazdagasszony lett belőle, s még máig is él, ha meg nem halt. Itt a vége, Fussel Vélet.